Napok előtt eltégetett a vész, mérkőzésig az cigány csákvány 1-1, az ellenfélre szeretnék feltenni kérdést. Nagyon sokáig úgy látszott, hogy ezt a mérkőzést a csákvány be tudja húzni, hiszen elég hamar megszereztétek a vezetést Kiprik fejes góljával. Így van, hiány nézettem is a mérkőzésre kapcsolatban, hiszen az első fél évben azt mondom, hogy a vezetésünk után 2-3 hamar helyzetünk volt, mivel sínre rakhatok a mérkőzés saját magunk számára. Viszont a második fél időben többet támadott a hazai csapat, nyilván megpróbál dominálni. Isten igazából a helyzet nem alakult ki, majd egy 11-est követően sikerült egyetlen az ellenfélnek. Ez megváltoztatta a játékképét, és el kell ismerjem, hogy a végén még a cigánynak voltak lehetőségei. De összességében, ha reálisan nézem az egész mérkőzést, akkor az X az teljesen rendben van. Én még mérkőzésről beszélgetünk, mindkét csapatnak fontos lenne a három pont. Szerintem ezzel az egy ponttal a csákvár sokkal jobb eredményt ért el, mint a cigány. Szerintem így a pontkülönbség megmarad a két csapat között. Nyilván ezek tények. Hogy mit érünk ezzel az egy ponttal, remélem sokat. Még vannak az mérkőzések bőséggel, mint a két csapat számára. Ott kell jeleskedni, hogy benne vagyunk. Egyetlen csákvár benne vagyunk. És ez a fő célunk. Makai Robira szeretném a kérdést föltenni. Kérdés játékot láttunk a két fél időben. Az első fél időben azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy az ellenfél a csákvár sokkal jobban szerepelt, meglő mezőfelé tudott kialakítani, és ugye a korábban megszerzett góljával, hát úgy látszott a nézőtérben reményünk is elszállt, de aztán a második fél időben egy teljesen más csapat jött volna ki. Valóban úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy nem szerettük volna, kicsit bemaradtunk az öltözőbe. Egy olyan pontrugás után kaptuk meg a gólt, amire idézőjelben elég sokat készültünk, végig sikerült ezt figyelmen kívül hagyni. Nagyon sajnálatos, mert tényleg, hogyha tudunk úgy futballozni, mint a második fél időben, és ha ezt az alázatot láttuk volna az első fél időben, és akkor valószínűleg eredményesebben zárjuk ezt a mérkőzést. Teljesen igazat adok a kollégának, aki tényleg nagyon jól látta, hogy a meccs összkép alapján teljesen válasz az egy pont. Ott a végén nekünk volt meccskapdán, de előtte a pontulás, hogyha a felső léc, hogy ebben megy, akkor nem biztos, hogy mi is ki tudunk egyenlíteni. Sajnos így jöttünk ebbe a mérkőzésből. Az utolsó 15-20 percben azért nagyon sok lehetőség volt a cigányi csapatnak, hogy megfordítsa a mérkőzést. Itt túlzatnak érzem nagyon sokat, volt lehetőségünk, inkább úgy fogalmaznék, komoly lehetőségünk is volt, sajnos nem sikerültek azok a pontok, vagy azok a helyzeteket pontosan befejezni, amiből ugye